Leugrottam 4000 méterről. Most először és talán utoljára. Ez volt eddig életem legmerészebb húzása. Vannak, akik ezt soha nem mernék megtenni, míg másoknak ez a hivatása. Speciális ejtőernyős kiképző csoportnál vagyok. Mi a honvédségen belül oktatjuk az ejtőernyőzést és szervezzük az ejtőernyős táborokat. Körülbelül 3 éve volt egy eset, amikor a kutatómentő szolgálatot riasztották. Jégzajlás volt a Tiszán, és egy komp elszabadult, és rajta maradt egy ember, és ezt az embert kellett kimenteni. Gál Szabolcs már 13 éve ejtőernyőzik, és több mint 5300 ugrás van a háta mögött. Katonai szolgálata mellett versenyzik is, a Magyar Honvédség ejtőernyős válogatott csapatának tagja. A Tandem Team csapata hivatásos ejtőernyős kutatómentő katonákból áll, akik minden évszakban és napszakban, akár éjszaka is képesek tandemugrást végrehajtani. A kutatómentő szolgálatok azokat vagy Pápán, illetőleg Szolnokon tudjátok megtalálni, akik azért felelnek, hogy az országunk légterében katasztrófát szenvedett, vagy katapultált pilótákat keressék, megtalálják, megmentsék. Az ugrás, amit itt csinálnak, ez ejtőernyős tandemugrások, szólógrásokat valójában azért van, hogy egy kicsit a tapasztalataikat bővítsék. Alpin technikával képbe vannak, akár gyors kötéllel csúsznak, akár a felcsert, az egészségügyi személyzetet képesek földre juttatni helikopterből. Egészségügyi képzésük is van, búvárképzésük is van. Előfordulnak természetesen nálunk is vészhelyzetek, például egy rendellenes főernyőnyílás, ami rutin szinten oldják meg a fiúk, tehát ez hasonló lehet, mint amikor te a közúton vészfékezel, csinálod, nem gondolkodsz rajta. Mondsz 900 ugrásonként valami rendellenesség előfordulhat a főernyőn. A biztonság a legfontosabb. Ha nem nyílik a főernyő, akkor sem kell aggódni. Bevetik a tartalékernyőt. A mai starthelyünk a Burgundy repülőtér. Milyen felszerelésre van szükségünk? Hát először is adok neked egy ilyen kezes lábas overát, hogy ne a te ruhádat koszoljuk össze majd a földetérésnél. Ezen kívül ráteszek majd egy hevedert, amivel összekötjük az életünket egymáshoz, 4 ponton. Tehát van rajta 4 darab csat, ezekkel fogjuk összekötni majd ezt a hevedert, amiben te leszel, meg az én hátamon lévő ejtőernyő. Na, jó is. Jó. Nem feszül. Pont a te méreted. Már is ejtőernyősnek nézel ki. Semmit nem tudsz elrontani, mindent meg tudok csinálni helyett, tényleg a kezemmel hátra tudom húzni a fejed, lábammal hátra tudom húzni a lábad, mosolyog, érezd jól magad, egyszer csak ki fog nyílni az ernyő, remélhetőleg ott leszek majd mögötted, testben és lélekben is. Fölfelé még a gépen megyünk, de lefelé már az expresszel. Brutálisan jó volt, nagyon szépen köszönöm az élményt, hihetetlen. Pont azt mondtam, hogy sose gondoltam volna, 50 másodpercig volt a szabadesés, hogy ez mire hosszú, kicsit több volt. Kicsit több, mert 4200 méteren voltunk. Hát akkor pláne, igen. És 220 km/h-val jöttünk le? Hát, körülbelül igen, 200 km/h környékén. Nagyon. Van egy műszerem, meg tudjuk majd nézni a pontot. Jó, nézzük meg. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, hogy lehoztál a hátadat.